Váratlan volt a felkérés, de ugyanakkor a levegőben még benne volt, mert már korábban is többször megkerestek ezzel a lehetőséggel, de én eddig teljesen más irányban tevékenykedtem. Viszont korábbi szolgálati beosztásaimból fakadóan, mint kiképzési csoportfőnök, vagy később, mint a szárazföldi parancsnokság parancsnoka, szoros munkakapcsolatban álltam az előző dékánokkal, akiket valamilyen szinten a barátomnak is nevezhetek, és ennek révén nagyon sok információm volt. Az viszont csak most vált számomra egyértelművé, hogy az csak a felülete volt annak a kihívásnak, annak a komplexitásnak, amit maga ez a beosztás jelent, hiszen itt három olyan szervezet között kell megtalálni a helyes utat, amelyek külön-külön is egy komolyabb ismeretet feltételeznek, legyen szó itt a Honvédelmi Minisztériumról, a vezérkorról, vagy magáról az egyetemről, amely ugye a felsőoktatási törvény rendje alapján működik. Nekem most mind a hármat alaposan kell ismernem ahhoz, hogy helyes és megfontolt döntéseket tudjak hozni. A kihívások kapcsán csatlakozom ahhoz, amit még hajdanán rektor úr fogalmazott meg az első riportjában, hogy a 21. századi körülmények között valósítani meg egy olyan tisztképzést, beleértve a tiszti alapképzéstől egészen a vezérkari képzésig, ami a Ludovika értékrendjére alapul, ugyanakkor hozzáigazítva ezeket az értékrendeket a 21. századi kihívásokhoz.